Májusban találkoztunk legutóbb, amikor elkezdtétek az énekkarral a kültéri próbákat a tó környékén. Azóta mi történt veletek és az énekkarral? Igen, májusban elkezdtünk egy kültéri próba sorozatot, amiatt úgy ugye még a művelődési házban nem jöhettünk be. Ez nagyon sikeresnek bizonyult, mert akinek már hiányzott az éneklés, a közös éneklés, az bizony megjelent és énekelt velünk. Ezt onnantól kezdve aztán itt bent folytattunk, ami után aztán lehetségessé vált, hogy bent beltéren is folytatható a közös éneklés. És nem álltunk meg aztán a nyári szünetbe se, és bizony van, aki munka mellett, van, aki szabadsága idejében, de bejárt szerdánként a próbákra. Úgyhogy így folytattuk, és igazából most egy ilyen végtelenségben torkolott ez az egész, hiszen a szeptemberben, hogy visszamentünk dolgozni nagyon sokan pedagógusok, így ugyanúgy folytattuk a munkát szerdánként, most már itt benne a művelődési házban. Bösen néni káposztát főz sárírom, sárja sárírom, sárja sárírom, kék a lilium. Hányja pedig a palányám, sárírom, kéne sári sári, jucsi sári sári, kék a lilium. Ne busuljon szegény fejem, sárírom, a mai nap egy rendhagyó nap, egy tábor tulajdonképpen az énekkarnak. Ez mit jelent pontosan? Mi fog történni itt a mai nap folyamán? Mi lesz a napnak a felépítése? Több éve zajlik már a kórus életében, hogy így ősszel, ahogy elkezdik az iskolai, illetve az óvodai életet, egy táborban jönnek össze. Ez általában ez idáig nem Pétfürdőn szervezték meg a hölgyek, és az idén úgy döntöttünk, hogy célszerű lenne itt maradni, hiszen próbáink is itt zajlanak. Nem is igazából gondoltuk azt, hogy elmennénk több napra, mert ki tudja, hogy melyik helyen milyen rendelkezések zajlanak, úgyhogy inkább így döntöttünk, hogy itt maradunk. És ezek a táborok általában több naposak szoktak lenni, egy ottalvós tábor, ahol zongora kísérőnk Endül László is részt vesz, ugye a karnagyok, a kórustagok, és azokat a műveket próbáljuk egy kicsit finomítani, csiszolgatni, amit már elkezdtünk, vagy valamilyen tervünk van vele, például egy közös bemutató, vagy egy későbbi koncert esetleg ezekkel a dalokkal. És most ugye úgy döntöttünk, hogy akkor itt maradunk, és az idei évben már ugye nyáron elég sokat dolgoztunk, úgyhogy a mostani kórus tábor alatt, a mai nap folyamán előszedjük azokat a dallamokat, vagy azokat a dalokat, amit a közeljövőben majd ősszel még, illetve majd a karácsony idején az adventi koncerten szeretnénk majd bemutatni a hallgatóknak. És melyek lesznek ezek a dalok? Hát nagyon nagy szeretettel készültünk erre a válogatásra, és hetekkel ezelőtt már a terveinket egymásnak bemutattuk. Ez úgy zajlott, hogy általában koncertfelvételeket, kórus hanganyagokat hallgattunk közösen, és véleményeztünk. Úgyhogy most Kodály Zoltánnak a műveivel kezdtünk el foglalkozni, karácsonyi művekkel is, illetve azokat, amiket még ugye be tudnánk most mutatni még ősszel talán. És Kodály Zoltán mellett még bárdos műveket, régi népdalfeldolgozásokra gondoltunk, amiket meg tudnánk mutatni az adventi koncerten, illetve könnyűzenét is próbálunk bevinni, becsempészni ebbe a műsorba. Ezek közül ezt mondom, Kalán Péter.
kőre, kőkapura, kőkapura, rö, 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 hallhat titeket a péti közönség, illetve a környékbeli közönség. Csütörtökön, október 1-én a Pétfürdői Függetlenségi Nap miatt jövünk össze, és mutatunk be egy-két dallamot, amikkel már készültünk a női karosokkal, és meglepetésként a fiúk segítenek nekünk ezekben a dallamokban és azok előadásában. Illetve sajnos készültünk, de el kell halasztanunk ismételten egy október 7-i koncertünket, a Zenevilágnapja alkalmából szerettünk volna kórusokat hívni, illetve velük együtt egy szép délutánt megrendezni. Ez ugye szintén most a második vírus időszaka miatt szintén tolódik, de hát nem adtuk fel, a dalok megvannak, úgyhogy bármikor bemutathatóvá válnak, és hát legközelebb pedig az adventi koncerten szeretnénk bemutatni a tudásunkat.